Balázs napjához kötődik a Balázs járás szokása, amely az iskolások ünnepe is volt. Ezen a napon a diákok házról házra jártak, élelmet alaminál gyűjtöttek maguknak és tanítóiknak, valamint hívták a még otthon lévő gyerekeket iskolába, ezért is nevezték őket Balázs vitézeknek. Balázs vitézei beköszöntöttek a házakhoz, és daloltak, táncoltak, a háziak pedig megvendégelték őket, és adományokat adtak nekik, például tojást, zsírt és szalonnát a szegény sorsban élő tanítóiknak. Ez az adománygyűjtő szokás kapcsolódik a március 12-i Gergely naphoz is. Gyerekek, hallottatok-e már Szent Balázsról? Tudjátok-e, ki volt ő? Róla szeretnénk most mesélni. Balázs püspöknek nagyon sok csodája ismertes. Egy nap egy rémült anya kereste fel, mert fia a torkának adta a szálkától fuldokot. A szent megáldotta a fiút, és eltávolította a szálkát a torkából. Más alkalommal egy asszonynak visszaadta disznóját, melyet egy farkas rabolt el. Hálából gyertyát adott neki, és kóstolott a disznó húsából. A szent püspököt gyakran üldözték. Ilyenkor egy hegyi barlangba húzódott, ahol vadállatok őrizték, melyek közös bárányként hajlottak szavára. Madarak hordták neki az élelmet, és a vadállatok egy szívvel egy lélekkel sereglettek hozzá. Addig el sem távoztak tőle, míg áldólag rájuk nem tette a kezét. Ha pedig valamelyikőjük megbetegedett, tüstént hozzáment, és azonnal visszanyerte az egészségét. A vidékúr egyszer vadászni küldte katonáit. Azok máshol hiába fáradoztak, véletlenül Szent Balázs barlangjához jutottak, ahol nagy sereg vadállatot láttak áldogálni. Igen, megdöbbentette őket, hogy semmiképpen nem tudják elejteni azokat, s jelentették a katonát. Az még több katonát küldött, s megparancsoltam, hogy az összes keresztényel együtt vezessék elé Szent Balázst. Ott sem hagyták békén a remete püspököt, s oroszlánokból, medvékből, farkasokból álló testőrsége sem menthette meg, mert nem engedte harcolni őket. Szent Balázs a diákoknak egyik kedvelt védőszentje volt. Napját fényesen megünnepelték. Innen ered a Balázsjárás. Az iskolás gyerekek házról házra jártak. Adobányt gyűjtöttek, iskolába toboroztak, köszöntőket mondtak. A perselybe összegyűjtött pénzt az iskola vagy a templom céljaira fordították, az ajándéképpen kapott tojást eladták, a szalonnát megették. Hallgassátok most meg a mi Szent Balázs napi köszöntőnket! Emlékezzünk Szent Balázsra, mert ma vagyunk napja, az Úr Jézus akaratát általunk mutatja. Örömöt a háznak, asszonynak, urának, hogy hirdessük és említsük, nékünk parancsolja. Házi asszony, arra kérünk, és mi hozzánk, ne gondoljad, hogy mi azért hálánkat ne adnánk. Lázanyásunk üres, a gyomrunk is éhes, ne sajnáld a szalonnádat, nékünk jól megfízes. Adjon Isten jó napot! Én magam bent vagyok, hála az Istennek, a kint lévők pedig fásztukban remegnek. Kik hát a kint lévők? Szent Balázs köszöntő! Régi bevett szokás szerint jöttünk énekelni. Diák törvényt nem akarjuk félbehagyni. Emlékezzetek! Ma van Balázs napja. Dobd el a bánatot az ágy alá. Mondjad, helye húja! Lámi, nekünk jó kedvünk van, semmivel mi nem törődünk. Tanítónénink intelmétet, épp ma nem félünk. Régi szokás ez mi nálunk Balázst járni, mindig egy kevés újsággal előállni. Ma is ez a szándékunk, hogy kedvetekre tudjuk mi szolgálni. Ezért tereztetek hát bemenni, Jancsit, Ferkót, András, Miskát, ABC-t tanulni. Szép mesterség a tanulás, és nagyon hasznos a szép írás. Eresse hát bejönni Jancsit, Ferkót, Tamást. Balázs az én nevem, ezt mindenki tudja, ki a gyermekeket az iskolában tanítja és oktatja. Ősz a hajam, szakállam mutat 100 esztendőt, ennyi elmúltam 12 esztendős.
Püspök uram, mit akar? Talán valamit akar. Attól féltem, rettegtem, leharapja a fülem. Állj mellém, diákom, az én személyemnek, amit mestered parancsol, egyenesen tedd meg, mert ha nem teszed, szigorúan megbüntetlek. Ma vagyom Balázs napja, megvan minden diáknak, lábai farsangolnak. Ma vagyom Balázs napja, bé, iskolába menjünk bé, szüleink örömére, tanítóink kedvére, bé, iskolába menjünk bé. Emlékezzünk Szent Balázsra, mert ma vagyon napja, örömet ez iskola minden csoportjára. Hirdessük és említsük, ahogy parancsolja. Dé, húzzál énekes Máté, de jó volna bögösnek, akárhogy az örögnek. Dé, húzzál énekes Máté. Tanító nénik, arra kérünk, legyetek szívesek mi hozzánk, ne gondoljátok, hogy azért hálánkat ne adnánk. Látjátok, a nyársunk üres, a gyomrunk is éhes, ne sajnáljátok a szalonnát, nekünk jól megfizessetek. Hozzanak nekünk Ferencet, hadd tördeljük vele Ferencet. Hozzanak mi nekünk 12 szál kolbászt, hadd fonjuk be vele az iskola kapuját. Mi már többet nem tréfálunk, ajándékot várunk, és ha azt ma kapunk bőven, tanítóstól, diákostól a szomszédba állunk. Hozzanak hát tojást, kolbászt, rakják a kosárba, hogy a mi fáradtságunk ne legyen hiába. Hogy tovább mehessünk, mást is köszönhessünk, új örömet, vidám kedvet mindenütt hirdessünk. Emlékezzünk, mert ma van a Szent Balázs napja, máskor is megérhessük az Úristen adja. Kérjük ajándékát, nyújts a szent áldását, mindnyájunktól távoztassa a torok fájását. Szent Balázs a torok fájás ellen nagy védelmünk, adjanak át nyárszalonnát nélkül. Adj hát püspök úrunk Balázs áldását a torok fájás ellen, ezáltal ments meg bennünket és az iskola népét a gyötrelmekkel szemben. A jó Isten nyújtsa szent áldását, távoztassa a torkuk fájását. Áldásom rátok! Halljam gyerekek, mondjátok el az ABC-t! Kú, a kakas kukurikú, szeretném a taréját, jó, mert éltel anyakát. Kú, 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 többé nem kukurikú, vézézsé, már egyszer végezzünk bé. Szent Balázs tiszteletét, álljuk iskola népét, vézézsé, már egyszer végezzünk bé. Barát kis csapatunkba való gyermek, álljon sorunkba, nem bánja meg! A számolást, az írást, az ABC-t tanulni jó mesterség. Megtanuljuk mindig bőven a diákszót. 3-10-ig megolvasni a kicseli borsot. Minket is tanítunk, sok jóra oktatott, és azért küldött, hogy minden henyélőt, iskola kerülőt összeszedjünk. Nosza, erre szel jönni a Csitperkot, Gyuri, Tamás, ABC-t tanulni. Adjon Isten, hogy több Balázs napját megélhessünk, erővel, egészséggel eltölthessünk. Szívünkből kívánjuk!